Szerintem idézetet a női ideálnak a torzulása is, hiszen a nők karriert épít, szétválasztva a nőiességet az anyaságtól. Szintén problémát jelent a családi és vasárnapi, illetve az ünnepi rítusok eltűnése. Sokan már nem is tudják, sokszor hatalmas lelki békét jelent egy szép, a család kötelékében eltöltött vasárnapnak az átélése, fogalmazott. Az előadó hozzátette, különösen fájdalmas az, hogy Romániában évente közel 110 ezer abortuszt jegyeznek, az anyaországban ez a szám meghaladja a 45 ezret. Ebben a kontextusban pedig kimondottan szomorú, hogy nagyon kevés az örökbefogadás, noha a statisztikák szerint minden ötödik házaspár meddő. A házasság szentségét nem lehet Jézus Krisztus nélkül értelmezni. A családpasztorációs lelkész néhány feladatot is megfogalmazott, amelynek elvégzésével megmenthető a házasság intézménye. Ilyen például a családi életre nevelés már iskolás kortól, a tisztaságra nevelés eszközeként az együttélések és a próbaházasságok gyors beszüntetése. Fontos teendőként említette a jegyes kurzusok megszervezését, illetve a plébániák, templomok, liturgiák családiasabbá tételét. És persze a nagy családok támogatását.